Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Nos, akkor vágjunk bele rögtön a lényegbe. Mert ugye a lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy mitől betegszünk meg, és hogyan gyógyulhatnánk meg. Igen. Hát ahhoz, hogy megnyugodjunk mindannyian. Mert ez a legfontosabb összetevője a gyógyulásnak, az, hogyha végre meg tudnánk nyugodni. Megkérek szépen mindenkit, hogy képzeletben nézzen ki az ablakon, vagy menjen ki az erdőbe, és mondja meg nekem, hogy lát-e ott egy jó mókust, vagy egy rossz mókust. Egy jó nyuszit, vagy egy rossz nyuszit. Ugye még nem láttunk, mert még én se láttam. Tehát akkor tisztázzuk, hogy jó és rossz az csak a mi nagy okos fejünkben létezik. Mert a világot így osztjuk fel. Minden jó, ami segíti az én túlélésemet, az én biztonságomat, az én úgynevezett boldogságomat, és minden rossz, ami ez ellen dolgozik. De ez csak a mi fejünkben van. A világegyetemben minden tökéletes. Szeretném, ha ezt megértenénk, minden tökéletes. És ha megnézzük az élő világnak a működését, akkor azt látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. Ezt egy 7 éves és egy 9 éves kisfiú is megfogalmazta nekem a múlt héten. Csak megkérdeztem, hogy szerintük minden, ami kint van az ablakon kívül, aznak mi a legfontosabb dolga naponta? Hát, hogy életben maradjon. Na most, ha ezzel a fantasztikus nagy felfedezéssel mindannyian egyet tudunk érteni, akkor fel is fedeztük az ötödik természettörvényt, és ezt csak azért szeretném mondani, mert rengeteg emberben diagnózis sokkal beleverték a félelmet, hogy gyógyíthatatlan, hogy rossz indulatú, hogy autoimmun, hogy genetikai, és minden őrültséggel próbálják az embereket félelemben tartani. Tessenek szíves lenni, megnyugodni, hogy ha megnyugodnánk, és ugye ezzel kezdtem, meg is gyógyulnánk. Semmi más nem kéne, csak kilépni a félelem zónából. Mert a túlélés és a faj fenntartásért dolgozik mindenkinek ez a szép biológiai teste. Ez a célja. Tehát ha én békén hagyom a testemet, akármilyen beteg vagyok, meg fog gyógyulni, ha békén hagyom, ha megnyugszom, és nem indítok el újabb túlélő programokat. Értsük meg, hogy ez a legegyszerűbb törvény, ez jusson eszünkbe minden félelem esetén, hogy minden, ami él, az élni akar. Akinek még mindig maradt félelme, nézze meg a pánikról, szorongásról és a hipokondriáról készült webkonferenciányagot. Nos, ha megnézzük, hogy az élővilág miből van felépítve, akkor ugye tudjuk, hogy sejtekből. És a sejtnek van három része, sejthártya, sejtmag és citoplazma, abban benne vannak azok a bizonyos sejtszervecsik, amiket itt látunk, szépen az endoplazmatikus hálózatot, láthatjuk a lizozómákat, és a többi, és a többi. Nem kell ezt tudni, hogy meggyógyuljunk. Annyit illik tudni, hogy sejtekből vagyunk felépítve, akár a testemet nézem, akár a leveleket, akár az idegrendszert nézem, és a sejthártyának a szerkezetét, ha megnézzük, és itt van a molekula, ami ezt az egészet alkotja, ennek van egy zsír és egy fehérje része, tehát egy foszfolipid molekuláról van szó, aminek az egyik vége taszítja a vizet, a másik meg vonzza a vizet, és a két taszító réteg azok állnak a két szélen, tehát kívülről nem engedi a vizet bemenni, belülről nem engedi a vizet kimenni. Ez a legegyszerűbb, a legősibb része annak, hogy lehet a vizet bent tartani a szervben, mert ugye a víz az kell a túléléshez. Remélem, hogy megegyeztünk, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Nos, akkor nézzünk még tovább, hogy hogyan alakul ki a sejtünk, a testünknek az összes sejtje. Hát ugye egy megtermékenyített petesejtből fogunk felépülni. Láttuk ezt a képet,
Megtörtént a megtermékenyítés, beágyazódás, kialakult a testünk. Na de amikor itt voltunk még ebben az állapotban, ugye akkor három csíralemezről beszélünk, ami a belső, a középső és a külső csíralemez, látjuk sárga, narancs és piros színekkel ezt bemutatva. Nos, ezek a sejtek, ezek elképesztő rendet jelentenek a mi fejlődésünkbe, ugyanis egyfajta csíralemezből csak egyféle dolgot elkövető sejtek fognak kialakulni. És ezeknek a sejteknek, csíralemezből kialakult sejteknek megvannak a főnökeik. Nézzük csak meg a sárga csíralemez, belül, belső csíralemez, főnöke az agytörzs lesz. A külső csíralemez, a pirossal jelölve, a főnöke az agykéreg lesz. És ami narancssárgával középen van, az a középső csíralemez, annak a belső csíralemezhez csak kapcsolódó része az a kisagyhoz, a másik része, ami a külső csíralemezhez kapcsolódik, az az agytörzs, az a fehér állomány irányítása alatt lesz. Mindez csak azért lényeges tudnunk, kedves hallgatók, csak azért érdemes tudnunk, hogy vegyük észre, hogy rend van a biológiában, hierarchia van, nincsenek metasztázisok, nincsenek áttétek. Aki ilyet mond, annak fogalma nincs a biológiából. Az elfelejtette az embriológiát, amiből első évben levizsgázott a medicinán. Tessenek megérteni, hogy itt nincsen demokrácia. Ha az lenne, már az élet kipusztult volna. Tehát tessenek megnyugodni, hogy csak úgy tudok újabb meg újabb betegségeket elindítani, hogy újabb meg újabb félelmeket fogok elindítani. Nos, ezeket a bizonyos sejteket, tehát láttuk, hogy hogy alakulnak ki, hogy bizonyos agyi képletek lesznek azok, amelyek irányítják, de ha sejtekből vagyok felépítve, akkor mit tudok tenni a túlélés érdekében? Semmi más, csak három dolgot. Sejtet szaporítok, sejteket sorvasztok, vagy működést változtatok. Nincs negyedik. Úgyhogy bármilyen betegségről is beszélünk, mindig ez a három dolog lehetséges. És természetesen, hogy mi fog megtörténni, az csak és kizárólag tőlünk függ. Szóval a megértés érdekében jó lenne tudni, hogy akkor mi befolyásolja a sejtek számának, vagy a működésének a változását. Ez itt a kérdés. Mi az, ami befolyásolja? Hát ez az első természettörvény, ami ezt leírja. Tehát befolyásolják az érzelmi megrázkódtatások, amelyek mögött mindig egy félelem van. Mindig egy súlyos félelem az, amibe, ha belesüppedek és váratlanul érkezik, akkor kérem szépen adva van, hogy elindítok egy értelmes biológiai különprogramot. Ez a ráknak a vastörvénye. A DHS kritériumait tartalmazza, Dirkheimer szindrómának nevezzük, majd megértjük, hogy miért. A lényeg az, hogy tudjuk, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. Tessenek ezt nyugodtan megjegyezni, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. És mi a félelemnek az alapja? Ezzel kezdtem. A túlélés és a faj kipusztulása miatti félelem. Minden biológiai lényben ez benne van, az emberben is, mint biológiai lényben. Ott van a félelem a haláltól és a faj kipusztulásától, és ez lesz az, ami mindig elindít bennem egy értelmes biológiai különprogramot, még akkor is, ha nem halálfélelemként jelenik meg, csak éppenséggel rossz, mert nem biztosítja a túlélésem. Ennyire finoman lefordítjuk mi ezt az egészet. Ennyire finoman lefordítjuk. Szóval az lenne a lényeg, hogy megértsük, hogy a konfliktusnak a tartalma mindig egy félelem, és ha én benne maradok ebben a konfliktusban, akkor mi történik? Ez az érzelmi megrázkódtatás,
az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. És ami nagyon lényeges, hogy rögzítjük a sineket, vagyis azokat a körülményeket, amelyek között megéltük ezt a félelmet. Ez pontosan, hogy a túlélést szolgálja, nem a bosszantásunkra vannak a sinek. A túlélés miatt van, és emlékeztet minket, hogy mi az, amit még mindig nem oldottunk föl. De ennek az is lényege, hogy most már, ha ez nincs feloldva érzelmileg, akkor újabb DHS, újabb konfliktus nélkül újra és újra el tudom indítani ezt az egész túlélő programot, és ebből lesznek a krónikus betegségek. Tehát miről beszélek én itt? Értelmes biológiai különprogramokról. Nagyon lényeges, hogy megértsük, hogy mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása, és egy külön program, mert különben nem indul el, csak hogyha én ezt elindítom. És akkor fog leállni, ha ezt a félelmet én érzelmileg fogom lezárni. Különben marad minden a régi. Jó lenne ezt megérteni. A második természettörvény bemutatja nekünk azt, hogy mi is történik az értelmes biológiai különprogram alatt. Hát két fázisban zajlik, ha megengedjük neki, hogy a végéhez érjen, van egy konfliktus aktív és egy megoldást követő fázis. A konfliktus aktív fázis akkor indul, amikor, mint derült égből a villámcsapás, megéltem egy történetet, egy aggódást, egy elválasztást, egy hatalmas vita veszekedés. Ez a három dolog kell egy meldaganathoz. Semmi más. Nincs negyedik. Itt se. Vagy hülyére aggódtam magam, vagy az elválasztástól szenvedek, vagy a viták és veszekedések, vagy mind a három együtt. Mert a 18 éves lányom beintett, kiment külföldre, aggódok is érte, féltem is, hogy mi lesz vele, mert elszakadt az én drága lányom, és veszekszünk otthon minden nap a férjemmel. 3-0 a meldaganat javára. Nos, a konfliktus aktív szakaszban, ha agyi CT-t csinálunk, akkor körkörös gyűrűket fogunk itt látni, természetesen annak függvényében, hogy mekkora ez a hatalmas nagy becsapódás. De hát könyörgök, ha valaki feszült és ideges, és zakatol az agya, és nem tud elaludni, és stresszben van, talán el tudja mondani, hogy mi a baja, koponya CT nélkül is, szerintem. Ha meg nem tudja elmondani, akkor azt jelenti, hogy még önmagához se őszinte, és az ilyen emberrel nem szeretnék találkozni. Az ilyen ember menjen a rendelőbe, és hűítse ott az orvosokat. Az, aki önmagához nem tud őszinte lenni, az nem fog meggyógyulni. Ez az egyes számú gyógyulás feltétele. Tehát a konfliktus aktív szakasz alatt stresszesek vagyunk. És mi történik? Hát látjuk, hogy kibillent az a gyönyörű hullám, ami még a konfliktus előtt volt, a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer közti egyensúly, vagyis szimpatikotómiában, a szimpatikus idegrendszer túlsúlyában vagyunk. Ezt a stressz okozza, és keressük a megoldást. Na, mit ad Isten, megtörtént a megoldás. Hazajött a gyerek, nincs vita, és elindítok 3 szinten a mellemben gyógyulást. Mert a konfliktus aktív szakaszban a biológiám csak alkalmazkodott az én hülyeségemhez, a meg nem oldott félelmemhez, a megoldásban meg helyre fogja tenni. Ne feledjük el, hogy nem arra lett kitalálva a biológia, hogy valaki hetekig, hónapokig, évekig benne csücsüljön a kakiba nyakig, vagy idáig. Nem erre van kitalálva. Arra van kitalálva, hogy egy adott váratlan eseményre rögtön kapjak egy biológiai segítséget. Szóval a mi nagy okos agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió között. És az illúzió is épp úgy megbetegít, mint a valóság. Ha valaki tudna valamit változtatni a tegnapi napon, legyen szíves, írjon, mert lenne 1-2 kérésem.
Ha viszont nem tud, akkor azt jelenti, hogy azon már nem lehet. Mert az már csak egy illúzió. Az már történelem. Egy dolgot tehetek, hogy hogyan gondolok én vissza arra, ami volt. Mert ha én még mindig félelemmel gondolok erre, az engem most fog megbetegíteni. Nem holnap és nem tegnap. Most. És holnap is most, és egy év múlva is most lesz, mert a biológia csak a mostban létezik. Kérdés, hogy én most hogy érzem magam? Boldog vagyok? Vagy teli vagyok félelemmel? Béke van bennem? Vagy harcban állok önmagammal és a világgal? Szólok, ez a harc lesz a végső. Szóval az exudatív fázis következik a megoldást követő fázisban, és remélem, hogy érzelmileg zárjuk le ezt a gyönyörű konfliktust, mert ha ez érzelmileg történik meg a konfliktus megoldása, KM, akkor eltűnnek a sinek, különben ott maradnak, és pályaudvarok vannak a fejünkben. A megoldást követő fázis első része az exudatív fázis. Ez az exudáció annyit jelent, hogy a folyadék között, a sejtek közötti folyadékállomány felgyülemli, és gyulladás tünetei jelennek meg, mint rubor, tumor, calor, dolor, funkció, lézár. Ezt már mindenki tudja, a kórusban mondja, hogy piros, hogy duzzad, hogy meleg, hogy fáj, és hogy nem működik rendesen. Semmi probléma, most kell a behűtött pezsgőt megnyitni, mert gyógyulok. Köhögök, izzadok éjszaka, nagyszerű, ennél jobb hírt nem lehet nekem mondani. Gratulálok. Nagyszerű. Azt jelenti, hogy beindult a gyógyulásom. És mi történik az exudatív fázisban? Meglátjuk a harmadik törvényben, de tudni kell, hogy nem szenvedünk örökké, főleg ha boldogok vagyunk, hogy gyógyulunk, eljutunk ide a megoldás követő fázis közepébe, az epileptoid krízisbe, ami programonként azért változik. Van, ahol eltűnik a fájdalom, de van, ahol leáll a szívünk. Hát, ha szívprogramról van szó, és abból is a birtokvesztés konfliktusról, nem minden esetben. Tüdőembóliám is lehet, meg hát görcseim, meg egyebek. Nem részletezem, minden programnál más és más. De egy lényeges dolog történik, és azért van ez, hogy az a víz, az a folyadék, ami itt látjuk, itten is, meg itten is, felgyülem lett az agyban, ittni körbe rajzolom. Na ez a folyadék, ez innen kipréselődik, vagyis ez a CT felvétel, az exudatív fázisban készült, és ez nem agydaganat. Ez csupán folyadékgyülem. Van agydaganat, de az gliasejt túlszaporodás, és az nem így néz ki. Szóval ez itt csak víz. És ez itt pontosan, hogy amit itt láttunk jobb oldalt, hogy kitörlöm a pöttyeimet belőle, nézzük meg jó a különbséget. Itt beindult az epileptoid krízis, megindult, pontosan arról van szó, hogy megindult a folyadék kipréselődése, és a hámeri gócnak a széle kezd elmosódottá válni. Már mindjárt megtanítom itt mindenkinek a CT-képnek az olvasását is. Hát, aki fülelés van füle, az hallja és tudja. Nos, akkor eljutunk végre a hegesedési fázisba, vagyis ha túl vagyunk a nehezén, akkor túl vagyunk a gyógyulásunk felé. És a hegesedési fázisba fog megerősödni az a laza szövet, ami itt az exudatív fázisban még laza. Szóval a hegesedési fázisban igencsak súlyos fáradtságot, gyengeséget fogunk megélni. A kimosott kaki hozzánk képest egy olimpiai bajnok. Tessenek megérteni, hogy ez azt jelenti, hogy pár nap vagy hét választ már el a teljes gyógyulástól. Nem kéne innen leállítani és továbbvinni. Tehát két szakaszban zajlik minden. Egy konfliktus aktív és egy megoldást követő fázisról beszélünk. Ha megengedem, hogy ez megtörténjen. És na, mi történik a két fázis alatt? Itt van, kérem szépen, nem felejtettük el? Sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Tehát mit tudok tenni? Vagy sejteket szaporítok, lám, agytörzs és kisagy irányítással,
a konfliktus aktív fázisba, de akkor mindezt lebontom a megoldás követő fázisba. Ez a világ legcsodálatosabb egyenlete. Ennek van a fordítottja is, hogy először csökkentem a sejtek számát a konfliktus aktív fázisban, a stressz alatt, de vissza fogom építeni a megoldást követő fázisban. Nagyszerű. A működést pedig, ha lefékeztem, a megoldásba visszaállítom. Kell ehhez valakinek egyetemi diploma, hogy ezt megértse? Ezt a legegyszerűbb ember is felfogja, sőt, ezt már lehetne tanítani az ötödikes diákoknak. Ez egyszerűen ilyen tökéletes, és ezért felfoghatatlan a túlbonyolított orvosi gondolkodásnak, mert azt mondjuk, hogy ez ennyire egyszerű nem lehet. Magamról beszélek, én is így gondoltam. Tehát, ha meg vagyunk nyugodva, hogy vagy építek, vagy bontok, vagy működést változtatok, akkor már csak ugye az a kérdés marad, hogy ezek hogyan történnek, illetve mi a fene akasztja el ezt a gyönyörű programot? Hát ezek szerint mindenkinek meg kellene gyógyulni. Hát miért vannak akkor krónikus betegségek? Hát jön a válasz. Pontosan azért, mert nincs feloldva a konfliktus érzelmileg. Valamikor egyáltalán nincs feloldva, ezt látjuk itt, csak idáig jutott a program, ez a függő konfliktus aktivitás. Nagyszerű, akkor béna maradok, akkor, mit tudom én, a cukrom mindig magas lesz, akkor csinálok egy hatalmas nagy sejtszaporulatot, vagy csinálok egy hatalmas nagy krátert, vagy sorvadást, és eljutok a teljes anémiáig. A függőgyógyulás, most ezt mutatom, a függőgyógyulás az azt jelenti, hogy ugyan átbillettem a megoldás követő fázisba, de mindig jön egy nyavajás sín, egy emlékeztető körülmény, és elakad, és elakad, és elakad ez a gyógyulási szakasz. Tehát van fájdalom, van szenvedés, csak ez nem akar véget érni. Hát miért? Mert le kéne zárni érzelmileg a programot. Aztán van a policiklikus lefolyás, tehát ez a visszatérek én hozzád, ha jön a nyár, című nóta, mert ugye végigfut a program, látjuk, eljutott a végéig, még van egy kis szünetünk is, aztán mit ad Isten, újraindítjuk. Aztán megint eljutok a végére, és megint újraindítom. Minek? Ja, mert elfelejtettem úgy élni, hogy ne aggódjak, hogy ne legyen gondom az elválasztási konfliktussal, és hogy hagyjak már a vitát és veszekedést, mert annak semmi értelme nincs. Tehát, ha valaki nem hajlandó változni, megváltozni, ha ragaszkodik az eddigi begyepesedett gondolkodásához, az akkor ne töltse az idejét velem, az menjen kemoterápiára. Ha valaki tényleg meg akar gyógyulni, és egészséges is akar maradni, akkor változtatni kell, mert a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ezt tessenek megjegyezni. És mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. A tünetek persze elárulják, hogy mit élt ő meg, de hát ezt ő fogja beazonosítani. Nem Debár. A válasz Debár, Debár. Nos, megnyugtatok mindenkit, hogy nem vagyunk egyedül a gyógyulás folyamán, mert a bennünk élő mikroorganizmusok segítenek nekünk bontani és építeni. A bontásban a gombák és a gombabaktériumok fognak segíteni, tehát tápcsatorna, vese, kolobóma, mint szem, tüdő lebontásánál. Mindig a gombák segítenek, és jön a véres köpet, az éjszakai izzadás, és persze az ember nem érzi jól magát, de örülhetne annak, hogy lezárta a félelmét, és meggyógyul. Aztán jön az aggódással kapcsolatos összes probléma, és a támadás, vélt vagy valós támadások, kitérek rá, ott jönnek majd a gombabaktériumok. És vannak a drága bacik, mondom, drága bacik bennünk, azért, hogy segítsenek visszaépíteni azt, amit mi tudatlanul lebontottunk, vagy éppenséggel a vírusok, azok fognak segíteni visszaépíteni
az ektodermális dolgokat. Nincs ebben semmi különös, de a bennünk élő segítőinkről beszéltem, és nem azt, amit ártó szándékkal kívülről ránk küldenek. Ugye értjük a virágnyelvet, mert ha elkezdek más szavakat is használni, rögtön romlani fog az adásnak a minősége. Ezt már letapasztaltuk. Tehát vannak olyan szavak, amire csak utalni lehet, mert a nagy testvér fülel és figyel, és amikor én kimondok egy szót, akkor rögtön bejön az adásban a zavar. Na, szóval aki napjainkban nyitott szemmel és füllel jár, az úgy is tudja, hogy miről szólnak a történetek, és annak ezt külön nem kell magyarázzam. Tehát foglaljuk össze a lényeget. Az első törvény arról szól tehát, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség, ez egy DHS képében fog elindítani egy értelmes biológiai különprogramot. Minden félelem egy programot. Ha 10 tünetem van, akkor 10 lezáratlan programocskám van. Lehet neki adni egy szép, gyönyörű nevet, a medicina teli van elnevezésekkel, de attól még semmi nem változik. Az azt jelenti, hogy 10 programot kell lezárni. Igen. A csúcs az 34 program volt. Egy konzultáció alatt megfejtettük mind a 34-et, aztán letelt az 1 óra, és ennyi. És lehet okosan szenvedni tovább. A második törvény, ezért nem mindegy, hogy ki milyen felkészülten jön el egy konzultációra, hogy tisztában van-e az alapokkal, vagy ott akar egy óra alatt megváltást és gyógyulást. A gyógyulás bennünk van, nem rajtunk kívül, az mindig bennünk van, csak kérdés, hogy ezt meglépjük, vagy nem. Kettes törvény, 2 szakaszról szól, konfliktus aktív, megoldás. Hármas törvény, 3 dologról szól, 3 csiralemezről és 3 lehetőségről, építek, bontok, működést változtatok. Negyedik törvény a 4 segítőnkről szól, tehát gomba, gombabaktérium, baktérium és vírus. Rendben. Ötödik törvény, amivel kezdtem, a quintesszenciája, a mindennek az értelme, a túlélés és a faj fenntartása. Ha ebben meg tudnánk nyugodni, és le tudnánk zárni békével minden napunkat, kérem szépen, meg se tudnánk betegedni, de hát tessenek televíziót nézni, és akkor lesz bőven, mitől félnünk. Tessenek híradókat nézni, krimiket nézni, és akkor kellemesen hideg lesz a kezünk, lábunk, és nem fogunk tudni elaludni. Szóval ennyire egyszerű, és ezt nyugodtan megértheti már egy 5. diák is. Kinek köszönhetjük mindezt? Hát dr. Ike Gerdhammernek, ennek a csodálatos embernek, nagybetűs embernek, aki orvos volt, teológus és fizikus, meg feltaláló egy személyben. 4 gyereknek az édesapja, a felesége szintén orvos volt, csak hogy amikor úgy nézett ki, hogy egyenesbe került az életük, akkor a 19 éves fiát, Dirk Hammer, nem más, csak az olasz trónörökös, a szavolyai herceg, tök részegen, 2 pisztolylövéssel, nemes egyszerűséggel lelőtte. Ez a gyerek a légynek nem ártott, feküdt egy csónakban, egy kikötőben, egy szórakozóhelyen, ott aludt, és álmában kapott 2 golyót, majd 111 napig kínlódott, míg végül feladta. Ott halt meg az apjának a karjai között, és amikor ez megtörténik, 2 hónap múlva Hammer doktornak heredaganata lesz, a kollégák 1% túlélési esélyt se adnak neki, ő meggyógyul, kemó és sugár nélkül, azt nem vállalt, műtétet bevállalt akkori tudásával, de kemoterápiát már akkor se vállalt be, és ez mikor történt? 1979-ben. Hammer doktor felépül, ráklinikán dolgozik, és megkérdezi a daganatos betegeket, hogy és az önök életében.
Nem történt valami hirtelen, váratlan esemény, ami megrázta, mint Isten a vargát, ami derült égből, mint villámcsapás érkezett. És mind a megkérdezett 200 esetben a válasz nagybetűs igen volt. Így jutott el az első természettörvény felfedezéséhez Hammer doktor. Aztán leásott az embriológiába, és megfejtette a második, harmadik és negyedik törvényt, és 94-ben az ötödik törvényt. Természetesen nem ezt tanítják az egyetemen, mert hát mi lenne, ha ezt tanítanák az egyetemen? Ó, hát akkor már én sem ezt a medicinát tanultam volna, amit tanítottak, akkor már az embereket nem lehetne félelemben tartani. Mindent elkövettek Hammer doktor ellen, amit csak el lehet képzelni, szektagurú, önjelölt gyógyító, sarlatán, stb. És megpróbálták pszichiátriai kezelés alá vonni. Na most tessenek figyelni, mert ez még nem volt soha kitéve. Minden eszközzel megpróbálták Hammer doktort ártalmatlanná tenni, és a legismertebb pszichiáter professzort is bevetették. Az új medicina hagyatéka, ugye ezt aranykönyvnek nevezzük, ennek a könyvnek második kötetének 218. oldalán, mintha evangéliumot olvasnék fel, ugye eképpen olvashatjuk. Amikor 1993-ban az Észak-Rajna-Vesztfália legrosszabb kényszerpszichiáterének ismert professzor Bresszernek a kölni tartományi bíróság tárgyalótermében engem kellett lepszichiatrizálnia, mint vádlottat, ugye? Mert az új medicináról szóló egyszeri ingyenes tájékoztatás, én már a 230-on is túl vagyok, szóval az egyszeri ingyenes tájékoztatás és egy spontán törött tér gipsz sinének az elajándékozása miatt, kérem szépen, perbe fogták Hammer doktort. Mert mert segíteni egy embernek, és mert beszélni arról, hogy mi az a természettörvény. Nos, a tárgyalás reggelén dr. Stang tisztiorvostól, ez egy alsó ausztriai tisztiorvosról beszélünk azért, 93. február 3-án a következő írást kapja, és ezzel az írással bemegy a tárgyalóterembe Hammer doktor, és odaadja a tárgyalóterembe a tisztiorvos aláírásával professzor Bresszernek ezt a levelet, és ugyanezt odaadja a bíróság elnökének, Schlüternek. Amikor ő elolvasta, prof. Bresser, gúny nevén pszichiátriai hóvér, felállt és ezt mondta, most tessenek nagyon fülelni. Elnök úr, tudom, hogy beszéltünk telefonon, meg is kért, hogy a vádlottat nyilvánítsam őrültnek. De nem tudom. Akkor a tisztiorvos is rögtön őrültnek kellene nyilvánítanom. Az új medicinát nagyon is logikusnak és beláthatónak találom. Csak azért, mert valaki a medicinában valami újat talált fel, még nem mindjárt őrült. Tehát sajnálom, a vádlottat nem tudom kívánságára őrülté nyilvánítani. Schlüter elnök mormogta, hát akkor nem. Rövid idő múlva prof. Bresser alkalmasint meghalt, talán dilicella engedetlenség miatt. Jelzem, az alsó ausztriai tisztiorvosok tudományos egyesületének elnökét is kinyírták. Ez csak ennyire életbiztosítás ezzel a dologgal foglalkozni nekem, de én úgy gondolom, hogy ha az igazságot már felfedeztük, akkor erről beszélni kell. És mi itt az igazság? Tessenek figyelni. Az igazság az, hogy a csíralemezeknek megfelelően egy életen át a sejtjeink ugyanazt a dolgot fogják elkövetni. Nincsen mászkálás, nincsenek áttétek. Aki áttétekről beszél, annak alapvető biológiai fogalma nincsen.
Tehát az agytörzsből, itt látjuk az agytörzset, ugye? Az agytörzsből kiinduló parancsok a sárga csiralemezből származó, vagyis a belső csiralemezből származó sejtekre fog hatni. Ezeket úgy hívjuk, hogy falatkonfliktusok. Miért? Mert minden, amit meg kell kapjak a túlélésem érdekébe, az falat a biológiám számára. Nem csak a kenyér, hanem a levegő, a víz, a fény és a hang. Ez az öt falat van, amit meg kell kapnom ahhoz, hogy életben maradjak. Tehát, ha valakinek a szobájában van levegő, van víz, van táplálék, meg fény, meg hang, akkor nyugi, nem hal meg. Megvannak az életéhez a körülmények. Ha meg tudnék nyugodni, harmadszor mondom, meg is gyógyulnék. És nem indítanék el felesleges dolgokat. De ha ott a szobában megélem a félelmet, a magányt, a szüntelenül szenvedő szegény én, akit úgy érzem magam, mint partra vetett hal, mert a családban senki nem akarja megérteni, hogy én a germán gyógytudomány szerint szeretnék meggyógyulni. Egyedül maradtam, mint a kis ujjam. Aztán társas magányban élek, mert az én férjem csak arra jó, hogy behozza a mamutot a barlangba. Azon túl érzelmileg, hú, valamit megbeszélni, azt nem lehet tőle elvárni. Nagyszerű. Ezek a magányok azok, amelyek begyűjtik a vizet a szervezetünkbe, és még rosszabbul leszünk, mint voltunk. És ha ez a megoldást követő fázisban történik, az a széteső daganat, vagy bármi, az kétszer akkora lesz, mert teli van vízzel. És ide jön az egzisztenciális konfliktus. A ja Istenem, mi lesz velem? Na vajon mi lesz? Ha félek, meghalok. Ha félreteszem a félelmem, meggyógyulok. Csak ennyi lesz. Nyilvánvaló, rengeteg webkonferencia van ezekről, akit érdekel, megnézi a részleteket. Én elárultam, hogy ezek hol találhatók, és mit kellene tenni. Tehát az egész sárga oszlop arról szól, hogy falatkonfliktus. Itt az alján még külön a sima izomokról is szó esik. Narancssárga oszlop teteje, az kérem, a kisagy által irányított programokról foglalkozik, vélt vagy valós támadások, mondom, vélt vagy valós támadások, a bemocskoltság és a gondozási konfliktus, vagyis a túlzásbabi tagódás. Innentől beszélünk a kezűségről, mégpedig a biológiai kezűségről, és nem arról, hogy ki lesz a kezes nekem, a felbevendő banki hitelnél. Tehát a biológiai kezűség meghatározza azt innentől, tehát egész narancssárga és egész piros oszlopban, hogy melyik oldalamon, a testem melyik oldalán fognak megjelenni azok a bizonyos elváltozások. Tehát, ha az aggódást, az elválasztást, a gyerekemmel éltem meg és jobb kezes vagyok, akkor a bal mellemben jelentkezik a történet. Ha balkezes vagyok, akkor viszont a jobb mellemben. Mindenki más, aki nem én vagyok, meg nem az anyám, meg nem a gyerekem, az mind partner, tehát a férjem, az apósom, a tisztelendő úr, a miniszterelnök és még Bill Gates. És jaj, megint mondtam valamit, hogy ki se szabad ejteni, szóval ezek mind partner oldalon vannak. Ez itt a lényeg, hogy a biológián már is különbséget tesz, hogy ki a partner, és ki az anyagyerek és önmaga. Mert hogy más a kötődésem, ugye drága anyukák, a gyerekemhez, és más a szomszédasszonyhoz. És a kötődésnek az erőssége fogja megmutatni, hogy mi hova csapódik. Tehát nem biztos, hogy a biológiai gyermekem miatt lesz nekem megfelelő oldalon meldaganatom, ha nem úgy kötődök hozzá. Vagy van egy leasingel gyerekem az árvaházból, akit úgy szeretek, mint a sajátom lenne, és anyagyerek oldalon fogok vele tüneteket kialakítani. Aztán, amit mondtam, a narancssárga oszlopnak itt a közepétől jön az agyvelő által irányított program, az önleértékelés, ami önpusztítás. Ez a néma gyilkos.
Itt nem fáj semmi, csak sorvasztunk, csak sorvasztunk. És majd jön a fájdalom a gyógyulásban. Nyilván ezek mind webkonferencia, tételek, anyagok, végig lehet nézni. Az agykéreg a piros mező által összefoglalt értelmes biológiai különprogramokat irányítja. Itt vannak eltérések az eddig elmondottakban. Külön az elválasztási konfliktus, a birtok konfliktus, a jövőtől való félelem, a múltból jövő félelem, kérem szépen, és a működésváltozások, ez mind gyönyörű és érdekes, a működésváltozásokat itt tartjuk lent. Ha valakit érdekel, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tudjuk feleslegessé tenni, ezzel a címmel természetesen talál előadást, vajon hol a weblapon. Szóval, akkor el kellene gondolkodnunk, hogy mik az első lépések? Hogy tisztázzuk a valós okokat. Mert nem a környezeti tényezők, nem azért, mert örököltem. Szakácskönyvet és szegénységet azt öröklünk, betegséget nem öröklünk. Lehetőséget igen. De még Czeisler-Endre is megmondta, hogy a genetika az nem szentírás. Az csak lehetőségeket tartalmaz, és ha olyan az életem és olyanak a körülményeim, akkor megcsinálom. Ki tudja, hány hibás gén van bennem. Köszönik szépen, jól vannak alusznak, nincsenek bolygatva. Tehát a megoldást azt jelenti, hogy a valós okokkal foglalkozunk, a konfliktusokkal. Igen, nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe az összes olyan, ami nem érzelmi alapon csapott belém, mint derültékből a villámcsapás. Mert ha valaki romlott tojást teszik, az ki fogja hányni. De annak nem lesz az agyban lenyomata, mert az mérgezés. Ugyanígy mérgezés a kemó. A sugárzásnak se lesz semmilyen reléje az agyban, mert az nem erről szól. Jaj, de ha nekem félelmem van a besugárzás alatt, annak a félelemnek természetesen lesz lenyomata. Tehát mindig félelem kell ahhoz, hogy becsapódás legyen. Ha valaki túlzásba viszi a diétát, mert azt gondolja, hogy a rák azért lett, mert eddig tepertőt evett, és innentől már nem fog enni fehérjét, nem fog enni tejterméket, nem fog enni csak nyuszipapit, és elvárja, hogy meggyógyuljon. Sajnálom. A mutatvány nem fog összejönni, csak szólok előre. Nagyon komoly tápanyagbevitelre van szükség a gyógyulási szakaszban. A megoldás három lépése, amit most elmondok mindenkinek. Az első az, hogy tisztázzuk magát a konfliktust, mert erre pontos választ ad a germán gyógytudomány. Ebben tudok én segíteni. De a legnagyobb akadály, amit már említettem, ha a beteg nem őszinte önmagához, se. Mit vár akkor? Itt érzelmileg kell valamit megoldani, nem agyilag. Hámer doktor a germán gyógytudományt orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívű és józan eszük van. Második lépés, már megvan a konfliktus, akkor ezt érzelmileg kell feloldani, hogy eltűnjenek a sínek, illetve a pályaudvarok a fejünkből. Ennyire egyszerű. Érzelmileg kell lezárni. Hogy hogyan? Az egy külön tétel. Természetes a megbocsátás, a megértés, az elengedés, az empátia, ez mind ide tartozik. De hogy megbocsátok, de nem felejtek, az felejtős. Szóval a harmadik pedig, hogy ezután tudatosan döntök, hogy figyelek. Hogy ezután ne úgy éljek, mint egy majom a fán. Ne a túlélés és a fajfenntartás ösztöne vezérelje a mindennapomat, hanem hálát tudjak adni mindenért, és nem véletlenül nagybetűvel, mert akkor eltűnnek a sínek. A germán gyógytudomány mit fog nekünk adni? Egy biológiai tudatosságot. Most már tudom, hogy mi betegített meg, és ha nem oldom meg, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Természetesen meg van engedve. Szóval a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a felismeréshez tehát, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Csak azt tudom megoldani, aminek tudom a kiváltó okát. És ha már tudom, hogy valami mitől indul el, akkor meg is tudom előzni, hogy ez többet ne forduljon elő. De ha valaki nem hajlandó változni, és még mindig aggódik,
akkor be van programozva a következő melldaganat. Ha valaki az aggódással valamit megoldott az életébe, csupán csak azzal, hogy aggódott, legyen szíves, írja meg, mert még ilyen visszajelzésem nincs. Esetleg csinált egy melldaganatot. Szóval nem azoktól a tényezőktől betegszünk meg, amiről papolnak, hanem attól fogunk megbetegedni, hogy hány fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásom van. Ez meghatározza aztán azt is, hogy hogy fogok én viselkedni, mert befolyásolja a viselkedésemet is mindaz, ami nincsen feloldva. Tehát, amikor már ezzel foglalkozom, akkor valójában az okokat fogom megoldani, és nem a tüneteket kezelem egy életen át. Úgyhogy nincs, kérem szépen, olyan, hogy minden gyógymód jó valamire. Megmondjam, mire jó. Időhúzásra és egyenes út a temetőbe. Minden gyógymód. Ezt nekem mondta valaki. Mondtam neki, akkor még teszteld le az összeset, ami létezik a világban. És hagyd a legvégére a germán gyógytudományt, mert addigra már nem lesz időd ezt kipróbálni. Én 15 évig kerestem a megoldást. 15 évig. Mindenhova eljártam, ahol az egészségről vagy a gyógyulásról beszéltek. És sehol olyan logikai rendszer nincs leírva, mint a germán gyógytudományban. De nem elég erről hallani. Nem elég ezt tudni. Ezt át kell vinni a gyakorlatba. A tudás még semmi. A megértés még semmi. A probléma ott van, hogy tudok-e a szomszédommal emberi hangon beszélni. Át tudom-e ölelni az anyósomat, aki minden héten segbe rúgott. Meg tudok-e bocsátani önmagamnak, hogy kinyírtam a saját egészségem. Itt kezdődnek az alapvető problémák. Akinek kétsége van a felől, hogy tudomány-e a germán gyógytudomány, írja be, hogy mi az, hogy tudomány. Ott van a Google-ba, és meg fogja látni, hogy reprodukálható kell legyen valami, ami tudomány. Na, ez győzött meg engem elsősorban. Ezért léptem ki a rendszerből. Nem kell statisztika, nem kell állatkíséret. Ha valaki meg akar gyógyulni, csak 70%-ba szeretne meggyógyulni, vagy 100%-ba. Aki 70%-ba, lépjen ki a webkonferenciáról. Nem érdekel. Engem azok az emberek érdekelnek, akik 100%-ban meg akarnak gyógyulni, és hajlandók megtenni mindent azért, hogy ez meg is történjen. Igen, megmutatom, hogy mi az, hogy érzelmileg megoldani. Meg fogom mutatni, de csak akkor van ennek értelme, ha ma estétől, nem holnap utántól, ma estétől elkezdek másképpen gondolkodni. Ha mindez nem lenne igaz, hát már tanították volna nekem az egyetemen. Az egyetemen több mint 5000 hipotézis tanítottak. Feltételezés. Hipotézis egyenlő feltételezés. Ez nem Hippolyta lakály. Ez feltételezés. És elhisszük, hogy úgy van, olyan régóta mondják, biztos úgy van, de még senkiben nem bizonyította. Még mindig. Mert csak egy feltételezés. Egy feltételezés akkor igaz, ha azt be tudom bizonyítani, és reprodukálható. Na, mivel a germán gyógytudomány reprodukálható, ezért senki nem tudta tudományosan bebizonyítani, hogy nincs igaz a Hammer doktornak. Ezért még az a veszett szájú, habos szájú pszichiáter se tudta kijelenteni, hogy Hammer doktor megőrült. Mert valahol mélyen legbelül mindenkiben ott van a józan ítélő képesség. Csak kérdés, hogy hagyom-e, hogy a nagyokos agyam ezt felülírja. Szóval én annyit tudok mondani, hogy van megoldás. És hogyha ez valakinek is egy jó hír, akkor legyen szíves, maradjon még itt a webkonferencián, és tegye föl a kérdéseket, hogy válaszolni tudjak rá.